Hát ha belegondolok, hogy a következő évi parlamenti választásig még hány és hány közvéleménykutatást fogunk megnézni, meg az előválasztásig, akkor hát a közvéleménykutató cégek azok örülhetnek, mert tényleg szerintem nagyon sokan szeretik böngészni ezeket az adatokat. Most a Publicus legfrissebb méréseiből mutatunk hármat. Az első az majd arra fog vonatkozni, hogy a pártok hogyan állnak. Itt arra érdemes figyelni, hogy a Publicus mérésében a pártválasztók körében a DK a legerősebb ellenzéki párt, de szorosan ott van mögötte a Jobbik, az MSZP Párbeszéd és a Momentum van egy picit lemaradva, és ugye az ellenzéki összefogást pedig 11%-nyian támogatták. Itt az ellenzéki pártok erősségében van egyébként különbség a különböző közvéleménykutató cégekben, de abban nem nagyon van, hogyha összeadódnak ezek a számok, akkor abszolút éles a verseny a Fidesz-KDNP és az összes ellenzéki párt között. És akkor a másik érdekes kérdés, hogy az ellenzéki előválasztáson a miniszterelnök jelöltek versenye hogyan áll? Itt nagyon sok kérdést feltett a Publicus, ebből kettőt mutatunk. Az egyik arra vonatkozik, hogyha valamennyi jelöltet, itt Pálinkás József még nem szerepel, mert ő még nem jelentette be az indulását akkor, amikor ez a mérés készült, tehát rajta kívül az összes többi jelöltre, ha rákérdeznek és közülük kell választani, akkor ki hogy áll, és ugye itt látszik, hogy az összes megkérdezett között egy hajszállal Karácsony Gergely vezet Dobrev Klárával szemben, de az egész kutatásnak egyik a fő végkövetkeztetése az, hogy zárul az orró Karácsony Gergely és Dobrev Klára között. Ugye Dobrev Klára most országjárásra is indult, úgyhogy beindul a két legesélyesebb jelöltnek a kampánya. És rákérdeztek arra is, hogyha csak három miniszterelnök jelölt közül lehetne választani, és Jakab Péter a harmadik, akkor hogy alakul ez a verseny? Ez lesz majd a következő táblánk, és itt is kiderül az, hogy köztük szoros a verseny, és Jakab Péter pedig 13%-kal az összes megkérdezett között a harmadik helyezett. Ezeknek az adatoknak megyünk most egy kicsit a mélyére. Pulai Andrással, a Publicus vezetőjével, akinek jó reggelt kívánok. Szép reggelt kívánok. Részletkérdés, de szerintem nagyon érdekes, pont ezt a táblát nem mutattuk meg, ahol arra kérdeztek rá, hogy kinek van a legnagyobb esélye a fideszes jelölt legyőzésére. Ez nem részletkérdés, ez simán lehet, hogy ez úgy nem csak amire kérdezek, az lehet, hogy részletkérdés, de nyilván ez a legfontosabb, igen. És itt is egyébként Karácsony Gergely és Dobrev Klára áll az első-második helyen. De hol van Fekete Győr András? Például itt, mert hogy a Momentumosok sem őt tartják esélyesnek, azért ez egy érdekes helyzet, hogyha a saját pártelnökükre nem szavaz. Hát ugye, ahogy azt egy klasszikus egyszer kérdezte, hova tudunk Damon Hill, és hát igen, hát Fekete Győr András azt gondolom, hogy elégett ebben a harcban, és... És most kezdődik a harc? Hát ez az. Azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy ő pontosan mérte fel az ő lehetőségeit ebben az előválasztásban, a miniszterelnök jelölti előválasztásban, mert az emberek ilyenkor nem feltétlenül mondjuk arra a brandre szavaznak, amelyet ő egyébként meglehetősen jól képvisel, meg amelyik egyébként meglehetősen erős, ugye a Momentum brandjére gondolok, hanem az emberek egy potenciális új miniszterelnökre szavaznak, Orbán Viktor kihívójára, és úgy látszik, hogy azt nem látják bele Fekete Győr Andrásba, és bár nyilván futott egy ilyen ismertető kampány, hogy az ő saját szemét, illetve a politikáját megismertető kampányt az elmúlt időszakban, szerintem nem is igazán követett el nagy hibákat, leszámítva azt a pár interjút, de hogy egyébként mondjuk a programban, meg az üzenetekben... Egy politikusnak az interjú, ez egy elég fontos kérdés, okay, amikor kampányol. Oké, okay, az egy szabad szemmel is jól látható hiba volt, ez kétségtelen, de hogy mondjuk a politikai üzenetrendszer, az szerintem egy egységes, koherens valami, és az összességében rendben van. De hát úgy látszik, hogy egy stratégiai hiba lett elkövetve a legelején, az indulás maga. Márki-Zay Péter? Mert hogy ő is le van maradva az élboltól. Márki-Zay Péter is, igen, egyébként ő is ráadásul folyamatosan csökken. Ugye egyébként itt szerintem talán érdekesebb az ellenzéki csík, az ellenzéki szavazók, mert azért azt feltételezzük, hogy a Fidesz szavazóknak a túlnyomó többsége az nem fog elmenni szavazni, és érdemesebb az ellenzéki szavazókat nézni. És ugye Márki-Zay Péter ugye most 9%-on állt, azért volt a jobban, de ő mindig az utolsó harmadában volt ennek a történetnek. Ugye párt nélkül, saját logó nélkül, nyilván van egy szervezete, de hogy nincs ebben a szervezetben a hatpárban. Igen, de amit annyiszor hangsúlyoznak, például az előválasztás kapcsán is, hogy neki van kompetenciá, mert ugye Hódmezővásárhely polgármestere, másrészt ugye ő nyitott abszolút a konzervatív értékrendű szavazók felé is. Ez miért nem ad svungot? Konzervatív értékrendű szavazók felé Karácsony Gergely is nyitott, aki 34%-kal van, hiszen a konzervatív értékrendű szavazók Karácsony Gergelyre már szavaztak főpolgármesterként. És már bizonyította is, hogyan nyitott ezen szavazók irányába, egy emblematikus
vagy ilyen szimbolikus dolgot, hogyha tudok mondani. Ugye például a székely zászló az most is kint van a főpolgármesteri hivatal falán, jelezvén azt, hogy számára a határon túli magyarok is fontosak. Több minden más ügy is van persze, de hogy ez ami mondjuk ilyen kézzelfogható és látható történet, tehát hogy valójában a konzervatív szavazó felnyitás irányába is megtudósan nagy verseny van, és úgy látszik, hogy ez a harmadik, negyedik szemponttá változott, és vannak ennél fontosabb szempontok is. Pálinkás József ugye itt még nem szerepel, módosíthatja ezt a képet? Meglepődnék, hogyha nagyon komolyan módosítaná ezt a képet, és én azt gondolom, hogy valahol ott a Fekete Győr Andrási magasságokban fog majd belépni a következő hónapban. Viszont Jakab Péter, ugye ő nagyon-nagyon benne van ebben a versenyben, és hát van, aki úgy véli, hogy a Jobbik előre mozdulásában, amit a publikus annyira nem mér, mások inkább mérnek. Volt előre mozdulás, de azóta van visszacsorgás. Hogy abban az ő személye, a hétfői performance-ek, a bőrdzseki, meg a parizer, meg a piros arany, ez a fő mondani való, és hogy ez bejön. Hát ez bejön, ugye egy darabig, ahogy azt ugye mondják a vonatkozó szakértők. Ugye ott jön be, hogy most éppen az ellenzéki szavazatnak a 18%-a mondja azt, hogyha ugye hármas verseny, igen, tehát ez egy második fordulós szimuláció, hogyha hármas verseny lenne, akkor rászavazna, és ugye 40-36%-kal ugye Karácsonyi Dobrev van az élen, miközben Jakab Péter vezette ezt a versenyt, még 2 hónappal ezelőtt is. Akkor ők még hivatalosan nem is jelentkeztek be? Akkor így van, akkor Karácsonyi Dobrev még nem jelentkeztek be, Jakab akkor már bejelentkezett, akkor futott a piros arany kampány és a parizer kampány, ami nagyon jól ment, és egyébként húzta abba az időbe a Jobbikot is. Aztán úgy látszik, hogy ez kifulladt. Tehát úgy látszik, hogy akkor, amikor az emberek miniszternök jelöltet keresnek, és elkezdenek azon gondolkodni, és ez egy fontos dolog, mert szerintem ez még nem egy lefutott meccs, elkezdenek azon gondolkodni, hogy akkor jó, ki legyen Orbán Viktor kihívója, mert ezen zajlik a gondolkodás, ezért fontos kérdés az Orbán Viktor kihívója kérdés, akkor lehet, hogy nem egy Jakab sót, mert nem egy parizer sót akarnak látni, hanem valamilyen emelkedettebb történetet, nem feltétlenül minden héten egy kiabálást akarnak látni a parlamentben, hanem azt akarják meglátni, hogy az adott politikus hogyan küzd érte tűzön vizen át, és hogyan valósítja meg az ő elképzelését. Kialakulhat ebből viszont egy munkamegosztás is, hogy akár Karácsony Gergely, akár Dobrev Klára lesz a befutó, ők a kompetens politikus képét hangsúlyozzák, de egyébként, ami vidéken nagyon fontos az, hogy meg kell szólítani a bizonytalanokat, abban meg a Jobbik, meg Jakab Péter fogja vinni a prémet. Hát én ugye, ahogy azt mondtam, ez nagyon, nagyon sokat mozognak ezek a számok, tehát tényleg hónapról hónapra 10% pontot mozog egy-egy politikusnak a megítélése föl le, és az látszik, hogy a választópolgárok most gondolják végig, hogy mi ez az egész. Országos szinten ilyen még nem volt Magyarországon, és az NSZ-nek nincs természetes vezetője, hiszen látszik, hogy azért a számok meglehetősen kiegyenlítettek egymáshoz képest, és most gondolják, mi az, ami fontos. Az fontos, hogy mondjuk egy kompetens jelöltről legyen, szóval úgy látszik, hogy annak van fontossága. Az fontos, hogy kit milyen párt jelöl, annak van fontossága, de nem feltétlenül, mert mondjuk például a Jobbik szavazók 22%-a szavaznak Karácsony Gergelyre, Momentum szavazóknak a többsége szavazna Karácsony Gergelyre. Tehát, hogy ez talán kevésbé látszik fontosabbnak. Fontos az, hogy ki milyen karakter? Valószínűleg az fontos, mert mondjuk pár százalék pont különbség van Dobrev és Karácsony között, de hogy még nem igazán tudjuk, hogy ők pontosan mit. Ha esetleg a második körben nem ez lesz a felállás, mert mondjuk Jakab Péter visszalép, ugye ezt nem tudjuk, de vannak erről pletykák, akkor itt az adatokból az látszik, hogy abból Karácsony Gergely profitálhatna, illetve hogyha a Momentum pártelnöke sem lesz a második körben, abból is. Tehát, hogy neki van több tartalék? Így van, úgy tűnik, hogy a másodlagos preferenciák tekintetében Karácsony Gergelynek vannak több, ez egyébként nagyon szépen látszik ezen az áron, ugye Karácsony Gergely itt a piros csík, az látszik, hogy igen, ő azért meglehetősen előáll az összes többi párt esetében is. Az ellenzéki összefogás szavazók esetében Dobrev Klára van, ugyan hát 4 pont az nagyjából hiba határon előrébb, de az összes többi párt esetében azért Karácsony Gergely előrébb van, tehát az azt látszik, hogy a másodlagos preferencia tekintetében, egyébként vannak nekünk másodlagos preferenciás számaink is, abból is tudom, hogy igen, ott van egy hajszányi előny, de
az is annyira, hogy mondjam, közeli, hogy még abból is nyilvánvaló, hogy ez sem lefutott történet. Ez igaz egyébként az egyéni körzetekre is, majd később az éles választáson, hogy a jobbikosok már mondjuk simán átszavaznának, mert ugye ez most egy érdekes pikáns helyzet, egy DK-s jelöltre, és egy DK-s meg egy jobbikra, hogy már szerintem, összeérnek szerintem a táborok? Ez messze nem egyértelmű. Itt egyrészt a szerepük van az adott jelölteknek. Tehát van a jelölt, akinél ez elképzelhető, van a jelölt, ahol meg nem. Ezt mind a nem tudom hány előválasztás lesz, de mondjuk 60-80 helyen végig kell nézni, és azt lehet tudjuk dönteni. De akkor, hogyha van egy ellenzéki összefogás, tehát már lezajlott az előválasztás, akkor átszavaz. Tehát akkor, hogyha egy jelölt van mögötte 6 párt, vagy 7, nem tudom végül mennyi lesz, akkor 100%-ban, vagy közel 100%-ban, vagy lehet, hogy 105%-ban, mert a bizonytalanokból is szív fel, meg tudja kapni a szavazatokat. Akkor, amikor mondjuk van két pólus, mondjuk egy előválasztáson, és mondjuk van egy, ugye most második keretben ilyen látszik körvonalazódni, van egy DK Jobbik, ugye Kálmán Olga esetében, illetve van egy MSZP Párbeszéd, LMP, Momentum másik pólus, ott a Momentum pont nincs, mert ugye a Momentumnak van sárkjelöltje, de máshol pedig egy ilyen történet van, akkor az egyáltalán nem az biztos, akkor az egyedileg kell látszani, és akkor lehet, hogy a személyeknek van szerep, a pártoknak kevesebb szerepe van, lehet, hogy bejön egy újabb faktor, hogy mondjuk a Karácsony jelöltje, vagy a Dobrev jelöltje, vagy a Jakab jelöltje. Ezért mondtam, hogy a közelműkutatók lubickolnak most ebben az egyében. Nekünk most izgalmas az időszak, igen. De szerencsére nézőknek is, hiszen azért elég sokat beszélünk. Igen, köszönjük szépen.